Kötélpályák, csúszda, mászófal. Többek között ilyen új játékok találhatóak azon a játszótéren, ami a Magyar Falu program keretein belül elnyert támogatásból épült Bátán. A kivitelezés ugyan már tavasszal elkészült, de az átadásra csak jóval később került sor. Mind a két oldala a játszótérnek utcára nyílik, az egyik az a főutca, ami nagyon forgalmas, és így megvédve a gyerekeket addig nem engedtük a játszótérre, még mert nem készült a kerítés. 5 millió forintot nyertünk erre a pályázatra, és közel 400 ezer forintot önerőből hozzá kellett tenni, hogy így megépüljön és ilyen szép legyen. A biztonsági kerítést az önkormányzat önerőből finanszírozta, mert azt már nem fedezte a pályázati forrás. A polgármester azt is hozzátette, örül, hogy ilyen sok embernek és gyereknek örömet okoz az új játszótér, és arra kéri a lakosokat, hogy vigyázzanak rá, ne szemeteljenek és rendeltetésszerűen használják az eszközöket. A másik nagy, még műszaki átadás előtt álló projekt a Vágóhíd utca felújítása volt, melyre közel 30 millió forintot nyert a település. A rekonstrukcióra azonban nem csak az utca rossz műszaki állapota miatt került sor. A bátai Szentvér búcsúra minden év szeptemberében több ezren látogatnak el. Ilyenkor elég nagy problémát jelent a szervezőknek a buszok és az egyéb gépjárművek elhelyezése. Ezzel a Vágóhíd utcai felújítással egy körforgalmat alakítottunk ki Bátán, a központtól egészen a főúti falu bejáratig, ami meg tudjuk oldani úgy a közlekedést a buszoknak és a helyieknek is, hogy nem kell lezárni utat, és tehát egy nyomsávon tudnak közlekedni. Ezzel azonban nem állt meg a falu korszerűsítése. A terület és településfejlesztési operatív program keretein belül 390 millió forintot nyert az önkormányzat csapadékvízelvezető rendszer kiépítésére, melynek munkálatait a tervek szerint ősszel kezdik majd el.